Sziasztok! Na egy kis... Az előző kis komoly bejelentő után ilyen kis beszélgetős, mindenes, ilyen kis történetes, visszaemlékezős, 10 perces beszélgetés után meggondoltam, hogy egy kis vagy a Rembrandtot játsszuk egy kicsit, vagy pedig ezt a Subnautica Bell of Zero. És most emellett döntöttem. Jó, ez is full király. Minden. Oké. Mert hogy patchelik, tehát amikor patchelik egy nagy update van, hogy patch, akkor újra kell kezdeni az egészet. Egyszerűen a 2 óra 26 percet játszottam. Azt mondja, május 2-án volt az utolsó játékmódom. De új játékot indítunk, mert megnézzük, hogy mi az új benne. Túlélő, élj túl egy küldetés, eszkételt körülmények között, találj erőforrásokat, gondoskodj éhségedről és szomjúságodról. Hasonló a túléléshez, de nincs éhség és szomjúság. Lehet, hogy most ebbe fogunk belevágni, mert az éhséggel és a szomjúsággal azért elég sokszor meg lehet ebben a játékban halni egyébként, habár ez az a teljes élmény. De valahogy, mintha nem lenne teljesen tudjátok, tehát nincsen egába hozva ez az egész, hogy mennyiben leszel éhes vagy szomjas, és ezért akár egy nagy küldi közben is sajnos bele tudsz halni például egy éhség vagy szomjaságba. De próbáljuk meg, tudjátok, mint az túlélőt. Nézzük meg a túlélőt. Hogy menjen. Hogy menjen? Szóval amúgy az előző videóban is elkezdtem mondani. 2016-ban kezdtem a karrieremet, úgymond karrieremet a YouTube-on. Akkor még csak azért töltöttem fel videókat, hogy mit az az tudjam nézni. Legyen emlékem, mert rengeteg videó van feltöltve a Division. A Division hozta ezt az áttörést. A Division játék első része. És azután pedig átjöttem ide Twitchre, 2 hónapja, mert komolyan gondolom ezt az egészet, az egész live-ozást. Szeretnék egy nagyon jó közösséget létrehozni veletek, és nagyszerű lenne. Ha még több feliratkozóm lenne, még többen követnétek, amit nagyon szépen köszönöm eddig is az eddigi követéseket egyébként, és hát akkor induljon azért a játék is közben. Oh. Welcome to
Na mindjárt menjünk is innen. Jó, személyes bejegyzés, biztos nem most fogom majd megnézni. Szaladnunk kell. De nagyon. Érdekes, mondjuk magyarra van állítva is. Angolul írja. De jó, nem olyan nagyon messze van. Gyönyörű ez a játék még mindig. Oxigén, oxigén. Aha, magyarul írja, jól van. Oké, nézzük már meg. Oké, Robin üzent, landed, meg elkezdtem az A45-46B-re. Ja, és még ennyit még mielőtt bele mérünk még jobban a játékba, hogyha szeretnétek még több ilyen kis beszélgetős live-ot, akkor jelezzétek nekem YouTube csatornán vagy itt. Na, folytassuk. Ez első kísérázósra sikerült, de nem hiszem, hogy az Altera felfigyelte rám. Elrejtőztem a műhagyjuk elől, a mentőkabin simán földet élt. Már csak meg kell találnom és berendezkednem, utána a kármunkát is láthatok. Ezeket tudom most éppen elkészíteni. Most a legfontosabb a kés, a szkenner, persze a lámpa is, de a kés is a szkenner. Ahhoz viszont kell nekem elem, amihez kell csokoros inta, meg rézérc. Csokoros. Ez az. Csokoros inda és rézérc. Természetesen a tárolóban meg nincs semmi, majd teszünk. Jó, tehát csokros inda és rézérc. Közben vigyázni kell az oxigénre is. Ó, nem tudtam elkapni, pedig jó lett volna. Semmi jó lett volna, muszáj lesz. Oxygen. Nagyon fontos dolgok ezek, amiket most itt is van, nézzétek. Csokros inda elemhez. Ez egy darab sikrútor eddignek, de ezt csak akkor tudjuk majd
leszkenelni, hogyha szkennert fogunk magunknak gyártani. New creature discovered. Ez az is hol van? Na. Oxygen. Oxygen. Jé. Kicsit messze merészkedtünk. Visszük megsütni. És megettük. Na, még mindig részre van szükségünk. Is, részre is. Ez az? Creature discovered. Elvisszük, megsütjük. Mellett van egy nakaja szintünk. Sült sarkvidéki kukucskáló. De gyors figyelet. Ez az. Ezekben a kövekben vannak az ásványok. Vagy elemek, ólomréz, minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy túléljünk, és hogy itt van. Ez az. Túléljünk, és hogy tudjunk magunknak olyan dolgokat majd szerkeszteni, kialakítani, amikre szükségünk lesz. Például nagyobb oxigéntartály, mert jelenleg nagyon kevés, de bírjuk a vízen, víz alatt, tehát ez egy ilyen minimális. Akkor kell ugye elsősorban egy kés. Szükségünk van egy késre is. Oxigéntartályra. Ilyet is foghatnánk, és akkor azt is felfedezzük. New creature discovered. Megpróbálunk még egy ilyet is fogni. Ez. New creature discovered. Meg.
Ó, egy kis vizet is ad. Ennek örülök. Oké, tudunk készíteni egy elemet. És egy szkennert. Oké. Tárolóra is szükségünk lesz majd a későbbiekben. Megnézzük, hogy ez a szűrtvíz. Aha, szilikon gumia, az úszó szőlő fű magfűrt kell. Úszó szőlő minta. De ezeket késsel tudjuk csak. Megszerezni. Ja nem, a úszó szőlő magfűrtet azt tudjuk kézzel. Csak nagyon veszélyes. Igen. Most meg is próbáljam, most pont este van. Még veszélyesebb. Ja igen, be tudjuk szkennelni most már amúgy őket. Csak most hogy vigyázni kell arra, hogy a NAS szkennelgetésekben nehogy lecsökkenjen annyira a oxygen, hogy azután pedig gond legyen. Plusz van még egy olyan állat, ami ellopkodja nálunk lévő cuccmókot. Tehát például ezt a készülékeket. De akármilyen készüléket, ami nálad van, lámpát, vagy kés, vagy bármit, ami a kezedben van, ellopja. És elviszi. És nagyon nehéz utolérni. Szóval, hogyha megyünk a úszószöllő fürd mintájára, akkor nagyon fontos az, hogy ne legyen a kezünkben semmi. Kis ping-ping. Jaj! Várjál! Vissza is adom. Várjál, hol van? Hú! Érdekes. Jaj, vissza kell mennünk, mert mindjárt meg vagyunk. Szóval... vigyázni kell. Vigyázz meg... ez a hal meg vizet ad. Viszont most már akkor menjünk is vissza a kis bázisunkra. Oxygen. Már nem lesz helye az úszófürtöknek. Lerakjuk.
halakat. Az első részre a szubnautikával. Ez az. Nincs. Aha, oké. Meg a szubnautika első részével is sokat játszottam. Annó. Hát ez ilyen, hogy kell elfogni. Az is nagyon szuper volt. Meg bázis kreáltam, építettem, ebbe is lehet. Tehát ez, meg fogunk építeni egy nagy bázist, tehát egy nagy bázist, akár mekkora nagyot, és akár lehet építeni. Hú, tele van lehetőségekkel tényleg. A játék. Tényleg rengeteg mindent lehet építeni benne, szobában székeket, székbe lehet rendezni szépen, de még ott nem tartunk. Ellátogatunk különböző helyekre, felfedezzük őket. Különböző szigetekre el tudunk majd menni. Sőt, annál, tehát nagyon messze is. Na, tudod, van ilyen is benne, ez a hal. Sajnos. Ez lefogyaszt. Egy időre. A lemsiklót már meg tudjuk építeni, az nagyszerű amúgy. Most sokkal gyorsabban tudunk haladni majd a vízben. Visszaszeti a látmánytároló. Azért 293 méter. Közelnek tűnik, de nem, nincs közel. Nincs közel. És nem is veszélytelen. Egyáltalán nem veszélytelen, de persze, ha el fogunk oda menni, megnézzük. Nincs azzal semmi gond. Sőt. Ez az. Ja. Kis, jó kis 2 deci vizet készítünk ebből a halacskából. És meg is isszuk. Többit pedig megint csak letesszük tárolóba. Itt el a halat. Amit megsütünk. Közben én is hidratálok. Azaz,
Iszok. Jó kis hideg vizet. Jó, egy pillanat. Meg kell néznünk, hogy azt a siklót meg el tudjuk-e már. Hát az elemes sikló, ez még odébb lesz, mert ehhez kell még kerőanyag, vízvezeték. Tehát te haladjunk a kosorban, ez szerint csak úgy lehet. Máshogy ezt nem lehet megkerülni. Első a szilikongumi, amit meg fogunk kreálni. Abban pedig kést fogok majd. Szilikon kombi és titán. Ja. Most már csak azt kell megtalálnunk, hogy hol van. Az a virág, az a rózsaszín szilikon gumis virág. De látom is, itt van előttünk. Ezeken szoktak lenni a rózsaszín szilikon gumik, ott is van. De itt ilyen harapós, kis cápaszerű. Dolgok is szoktak lenni. Megpróbálom úgy legszkennelni, hogy ne lopják el tőlünk. Oké. És már ezt húzunk is fel. Többet is, hogy legyen. Talán majd ezt termeszteni is tudjuk. Egyébként. Ezt már leszkenneltem. Na jó, még egyszer akkor. Oké. Okay. Húzzunk fel. Szóval ez most a nagy augusztusi update. Jól van, 118 méterre. Szerencsére most nem bántottak minket. Ezek a kis cápa. Cápaszerük is, hát agresszív, húsevő állatok. Oxygen. Hát az, veszünk magunkhoz egy kis titánt, hát csak nem engedi, mert túl sok. Úszószöllő mag fürt van nálunk. Ez az. Szilikon gumira van szükségünk. Amiből egy túlélő kést fogunk gyártani. Azután... Vagy csak hogy van. Úszanyag, nagyszerű. Gyorsabban tudunk úszni. Ez az, ő már fel is pattintotta. 15%-kal nő az úszás sebessége. Ezt megesszük. Hú, ez egy kicsit már omlott volt. Na, passz. Jó, kés megvan. Ez rostháló kell. Hú,
Húszószöllő minta. Na várj, csak egy kenyőanyagot készítek. Még egy szilikon gumit. Oké, rossállót fogunk hozni. Ugyanerre. Elmegyünk, ahol a úszószörlő mintát, ami onnan a úszószörlő mintát hoztuk, kb. Itt volt valamerre. Aha, itt van, szembenézzétek. És akkor szépen késsel vágunk belőle. Nézd csak, is itt van. Elvette. Elvette, de nem is látom a kezébe. Oxygen. Nem vette el, itt van nálunk. Hú, csak el akarta venni. Szóval nem mindig tudja elvenni. Amíg májusban, 2020-as frissítéssel ott mindig el tudta venni a kezedből. Fú, ezek a hangok, halljátok. Rémisztőek. De ijesztő is, mert tele van olyan baromi nagy halakkal, vagy ilyen szörnyekkel amúgy. Tényleg ijesztő is lehet. Rostháló. Úszó, ez a szabványos O2 tartály. Yes! Van egy... Van kettő new blueprintunk. Tünk. Megnézzük, mi kell hozzá. Kristályos adat kéne. Mondjuk ezt is... Hát... Áj... A vulkán közelébe egy kitörés, ilyen láva... Kitörés, vagy egy ilyen... forró víz... kitörés közelében található. Tároló szájt készítenünk. Ez a tároló megtelt. Ezt kidobjuk. Látod?
tároló nevére ráírod, hogy első tároló. Na most meg eltette. Akkor megint erre vigyázzatok ti is. Jó neve megmarad. Nyitása. És akkor már tehetitek is bele. Van csak ami nálatok van. Zord idő van, nagyon zord. Van vízből, amúgy is több kell majd, mint ételből. Vagy amra vagy szemes, mint éhes. Általában. Ez az. Most így azt hiszem megvan minden. Előre. Úgyhogy most nagy vihar van, meg tombol a jégeső. Még kicsit be vannak lassúva ezek az állatok, szerencsére. Halak. Most csak ezt tök jó, hogy itt van. Halat este, ugye jégesőben a legjobb fogni. Ebben vannak lassúva teljesen, úgyhogy sokkal könnyebben tudjátok megfogni őket nappal, mint nappal. Az abroncs alatt mi megsütjük. Az a baj, ilyen sötétben nagyon para elindulni egyébként kint, ez szó szerint. Főleg ilyen alapfelszereléssel majd, mondom, lesz minden. Egy idő után megnyílik a világ, meg kinyílik azok a dolgok, amiket tudsz magadra tenni, vagy magaddal vinni. Tehát az elemes sikló, ami nagyon fontos lenne mondjuk elkészíteni. De annak meg is volt a... Itt van is, csak elemes sikló. Elem, kedvanyag, rizazeték. Ez talán még az... Azt mondja... A elem... Ezt
lehet, hogy ezt meg is tudjuk most alkotni már. Igen. Részjátsz, oké. És csokorinda. Ezek vannak. Oké. És attól függ, hogy hány elem kell hozzá. Jó, egy. Azt mondja, kell hozzá egy rizvezeték. Ahhoz kettő rézérc kell. Készítünk még egy rézércet, vagy rézvezetéket, hát a szükség lesz rá majd. Akkor most kellene egy kedőanyag, amit készítettünk egyébként azt is. Úgyhogy van, plusz mi kell még hozzá, mert itt vagyunk, akkor megnézem. Egy titán, oké. Akkor itt innen a tárolóval a... kinyitjuk. Egy kenny anyagot átteszünk. És az elemes siklót megépítjük. Yes! Na most ehhez kell nekünk elem, hogy ugyan működjön. Mi azt jelenti? Hogy elemet kell még gyártanunk. Megnézzük, hogy hány darab részjátsz kell hozzá. Csokoros inda is kell hozzá. És van is. Na látjátok, ezért jó volt betankolni belőle. Dehéz csiki. Eltigált ez a... hűvös óceáni idegen bolygón lévő víz, ez... megviseli az embert. Na most. Együnk egy kicsit. Ígyunk. Itt is van. Térkép nézetet be és kikapcsolhatjuk. Én ki szoktam így jobban látni. Látjátok, azért így sokkal gyorsabb elkapni a halakat is. Vagy csokorindákat gyűjteni. Annyi, hogy mondom, az elemet cserélni kell majd, de azt ott írja alul, hogy energia hány százalékos töltöttsége. Csak igen, ott az például most már a vízhez jel lehet menteni, az el tudunk menni. Megnézni. Akár. Oxigénre mindig vigyázzatok. Mondjuk lehet, hogy itt lesznek olyan élőlények, hogy amivel nagyon nem akarok összeakadni. Ezekből tudunk oxigént felvenni. Vigyázni kell, mert itt van a közelben az a fogyasztóhal is. Le tudjuk szkennelni. Ha a fogyasztóhal nem fogyaszt le minket, hamarabb, mint hogy leszkennelnénk. Oké. Hát elég bare ez a hely, már nem azért, de lehet, hogy még korai volt egy ide jönni. Hamar most fogyasztott le. Rászóltam. Mindjárt tudunk tovább haladni, Gyugi.
Itt is vagyunk, nézzétek! Vízvezeti ellátmányt tárolunk. New technology acquired. Nice. Víz, ez már fél literes víz. Egy EU-pak. Egy PDA. Menjünk le, mert itt meg megfagyunk. Ez egy jeladó. Hajaj, nézd csak, már jön. Jön rá. El akarja venni, ami a kezünkben van. Ez a jeladó, ez nem baj, itt van egyébként, mert itt... Jól emlékszem, itt lesznek. És húzzunk, húzzunk. Ez az. Vannak ilyen állatok benne, amik így nem szeretnek minket, vagy se senkit. Lemegyünk oda közéjük. És csak ezt is be tudjuk itt szkennelni. Na most ránk akadta, amúgy azért fütyörészik, hogy nézzünk oda. Ezek meg ilyen robbanó. Vagy ezt leszkenneljük. Ez az. Fú, ezt megúsztuk. Ez sebez. Nem keveset. Nagyon nagy barátunk, ez az oxigén előállító. Növény. Na szóval ilyen ezek a veszélyes helyek, de ennél még. Na menjünk. Látjátok? Sebeződtünk is, és sajnos egy kicsit sok oxigénre is szükségünk van. Szóval ilyen üregekbe kell lemerészkedni. Nézzétek, itt is van egy. Úgyhogy figyeljetek nagyon, vigyázzatok. És ha halljátok, hogy fütyül nektek az a hal, ne nézzetek átra. Ez az élőlény. Az a lopós. Ennek mondjuk átszentegeszhetjük a nevét. Mondjuk az nem baj, az a neve, hogy vízvezeti. Legalább fogom tudni, hogy ez az volt. Itt veszünk egy levegőt.
Wow! Ilyet se láttam még. Wow! Ez tiszta Discovery. Na ide nem szabad bevennünk. Nincs annyi oxigénünk. Na egyelőre ezek a kedvenc kezdeti lépések. Amik szükségesek ahhoz, hogy túléljetek. Tehát halakat szedni. Kreálni ezt a úszó, ami rajtunk van. Úszonyokat. Összeszedni minden alapanyagot, amit tudtok. Elemet hozzá. Szkennelni. Halakat, akik halból vizet tudtok nyerni. Jobba tesszük, ami van. Amennyi fér. Kreálunk rá még minimum egyet. Hát általában ez kezdéskor, vagy akár tizet is. Tüzet is kreálni kell egyébként, megmondom őszintén. Mert szükség lesz rá. Hát egy kábelkészletet kreálunk, ha van nálunk ezüst. Nem gyakori egyébként. Az ezüst. Egyáltalán. Nézzétek, itt szoktam felszabadult. Elég sok hely, de be is pakolgatunk. Amennyi fér. Többit pedig ide fogjuk. Tenni. Hát úgy is jól mellette van. Oké. Okay. Jó, ezt megisszuk. Hát itt általában ilyen rossz idő van, olyan. Szóval elsősorban ezeket kell így elsőre. Ha nekiálltok ennek a szubnautikai belauszérúnak. Szépen meg tudjátok nézni, hogy mi az, milyen kell. Kiválasztatok, és akkor úgy szépen elkezditek kreálni a dolgokat. De mondom, ez ennél sokkal, de sokkal több. Nagyon nagy tartalom van benne. Szerintem, ha nekiálltok úgy, talán még akár azt is mondhatnám, lehet, hogy sokaknak ez ijesztő lesz, hogy lehet, hogy tudod akár egy 50-60 órán keresztül is játszani, mert tudsz, mondom, bázist építeni, benne a bázisba berendezni szépen a bázisodat, be tudod rendezni a bázisodat. Erőműveket tudsz létrehozni, tehát
ami ilyen napenergiával rendelkező elektromos építményt, ami a napenergia ne nyeri az energiát, értitek? Tehát az táplálja nappal, az nappal feltölti, és akkor egy ilyen generátorba összegyűjti, majd éjszaka működteti a házatokat, az építményeket, és nagyszerű, nagyszerű, nagyon jó. És tényleg egy ilyen hosszú fősóktól kezdve kialakítva, hogy tényleg egy nagyon-nagyon nagy bázist is létrehozhattok, amit majd javítgatni kell, mert néha megrepedezik, vagy a víztömegtől, vagy pedig a halak teszik tönkre. Akkor lehet készíteni majd később saját olyan kis kertecskét, amiben például beleteszitek a úszószőlő magfűrtöket, vagy a csokros indát, és akkor nem kell mindig majd elmenni, keresgélni, hanem ott lesz a ház előtt, ahogy kiléptek ebből a víz alatti bunkerből. De ennyire nem akarok előre menni. Egyelőre ennyi volt az első rész, egy óra, közel egy órás játék, mondom, én már ezzel játszottam, meg lehet nézni a YouTube-on. Van játék gameplay-em, játék videóm, úgyhogy meddig jutottam, vagy hogy játszottam az első részsel is, a Subnautica-val is, arról is van játék videók, azt is meg tudjátok nézni. És tényleg érdekes, érdekes, aranyos játék, közben megnyugtató is, de vannak veszélyes küldetések, sőt, nagyon-nagyon veszélyes küldetések is benne, meg rejtélyek, mert mondom, ez egy idegen bolygón játszódik, teljesen idegen kultúrával, nem a Földön. Úgyhogy, ha tetszett, akkor tartsatok velem a következő részben is, és köszi szépen, hogy itt voltatok, el is elmentjük. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk a következő részben, egy következő live-ban. Sziasztok!